Már egy ideje bővített körben tartják a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban a szokásos csütörtöki szakmai megbeszélést, ugyanis 2013. szeptemberétől Kölest Kistormás Medina és Tengeric családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásának biztosítása is hozzájuk tartozik. A változást az eddigi feladat ellátó szedresi társulás megszűnése tette szükségessé, és fenntartói jóváhagyást követően történt meg. Mindenféleképpen többlet feladatot jelent, így már 18 településen látjuk el a szakmai szolgáltatásainkat. Teljesen új település Tengeric és Medina a feladatkörünkben. Kölesden és Kistormáson már eddig is szolgáltattunk idősek klubja, házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés szakfeladatokat. A településeken kijelölt családgondozó tevékenykedik, akihez ügyfélfogadási időben fordulhatnak az ügyfelek, például családon belüli, anyagi vagy munkahelyi problémákkal. Tengericen Felkertné Kiltau Ildikó, Medinán, Kistormáson és Kölesden pedig Horváth Gergely az illetékes szakember. Az ügyfélfogadásnak a rendje ez nem változik, alkalmazkodik az adott település hivatalának nyitvatartási rendjéhez. Én azt tudom mondani, hogy különösebb változást nem fognak érezni ebből a településen lévő emberek. 2011. januárjában hozták létre a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központot, amely az eddigi tapasztalatok alapján beváltotta a hozzáfűzött reményeket, azaz a hatékonyabb, ugyanakkor gazdaságosabb működést. A központ feladatkörébe tartozik többek között az idősek klubja, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása.